Szeretettel köszöntöm az emlőtős csatorna nézőit, a Püspök színű műsort láthatják, annak is a 145. adását. Ma két témáról fogunk beszélgetni, az egyik nagyon aktuális a béke, nem csak a háborúról, hanem a békéről kell még inkább szólnunk, a másik pedig egy héttel augusztus 20-a előtt Szent István mi volt az ő személyiségének a titka, hogyan értékeljük ezt a 21. század egyházai részéről. Beszélgető társaim, Kocsi és Ülöpérsek, Metropolita Katolikus Egyház képviseletében Isten hozott. Köszönöm a nézőket. És a József református püspök a Durántúról, magam pedig Fabényi Tamás evangélikus püspök vagyok. Valóban a háborúról sokat kellett beszélgetnünk az elmúlt másfél évben, de most közelítsünk a másik oldalról. Mit jelent a béke, mit jelent a béke teológiai vagy bibliai szempontból? Akár az ótestálmentúval, akár az új szövetségre gondolunk. Egy meghatározó fogalom a Bibliában, mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben, ugye a, a Salom és a, az Ejréné, illetve ennek a megfelelője, mint mindannyian ismerünk a Pax. És gyönyörű hármasságban van előttünk a békességnek a teljessége, hogy békességben lenni Istennel, az ember békessége Istennel, amely minden békességnek a forrása, hogy békességben élhessünk egymással, kezelve a feszültségeinket, Krisztusi szeretettel fordulva egymáshoz, és az is egy nagyon fontos szempont, hogy békességben legyünk önmagunkkal, vagyis hogy bennünk is legyen egy békesség, egy nyugalom. Egy, egy rend, egy megnyugvás, és ezt tudjuk sugározni ebben a feszült világban. Ez egy komoly keresztény szolgálat. Mielőtt a harmadik dimenzióra térnénk, az Istennel és az emberrel való, magunkkal való béke összefüggésére, hadd idézzem Adit, aki ugye azt mondja, hogy békíts ki magaddal és magammal, hiszen te vagy a béke. Minden. És akkor a harmadik dimenzió az emberek egymás közötti békéje, hogy mit jelent akár individuálisan, akár közösségben az, hogy meg tudunk békélni a másik emberrel. Én most egy. Izgalmas teológiai kérdést szeretnék nektek felvetni, akik nagyon jól ismertek a Bibliát, hiszen a békéről szólva utaltál az Ószövetségre és az Új Szövetségre, és a szavaidat is hallgatva, pisök úr, hirtelen az merült fel bennem, hogy azért az Ószövetségi békefogalom, a salom, hogy békesség legyen veled. Nem kifejezetten, nem, nem csak szigorúan vett ért, kinyilatkoztatott igazság, hiszen az ember tudja, hogy békére van szükség, és úgy értelmezem, egy kicsit provokatív felvetem ezt, felvetem ezt hogy ilyen értelmen más az Ószövetség és az Újszövetség békéje, mert az... Ugye a bölcsesség irodalom, tudjuk jól, hogy nem önmagában áll, hanem az akkori koroknak jól lehet a legmagasabb rendű és a leggazdagabban megmaradt irodalma, a zsidó a népnek a, 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 a szöveg összessége, de azért más népek is, és ismerték ugyanezt az egyiptomi bölcsességek, az akkád irodalomban megjelenik. Tehát hogy az, hogy, bő, hogy békessébe kell lenni, ezt tudja az ember, hogy ez ilyen ős tudás. Viszont az új szövetségben Krisztus béké, amely minden értelmet felülmúl, az mégis, mégis valamiképpen a felülről jövő béke, amelyre persze az ember rá van irányítva és éhezi ezt a békét, de hogy, hogy ez az a több, ami a keresztény béke, ami a Krisztusi béke, amely még az Szövetségtől is ilyen értelmen elválasztja, de hogyha más megvilágításban teszem fel a kérdést, hogy a világ mit tud nyújtani, a világ is akarja a békét, világbéke, mindenki azt mondja, világbéke, és ez a Krisztus béke, amely ugye egészen más, és még erős lehetne beszélni. Tehát hogy látjátok, hogy az Ószövetségnek ez a béke képe uh -huh. mennyire inkább emberi, és a Krisztusi keresztény béke pedig az Isteni. Ö, abban igazad van, Fülöp, hogy a, a ö, ószövetségi sálom, fogalom az egy nagyon tágértelmű értelmezés. Utána néztem kézikönyvekben, hogy 25 különböző szóval szokták ezt értelmezni és fordítani. Uh -huh. A jóléttől kezdve a barátságosságig, a biztonságig és a, uh -huh. a, a felebaráti együttlétig a leg legbőségesebben leg értelmezik. Ugyanakkor azt nem lehet elvitatni, hogy itt is a választott nép számára, hiszen most mégiscsak arról beszélünk, hogy nem egy, egy pogány népnek a béke fogalmáról, meg beszéltél a meg másokról, hanem kifejezetten, a, az Isten népének a, a békéjéről, ha beszélünk, akkor ennek az eredője mégiscsak az Istennel kötött szövetség. Pontosabban az Istennek az emberrel kötött szövetsége. És ez ennek a békességnek és békének az alapja. És persze, hogy az új szövetségi béke fogalom, pláne ha már azt mondjuk, hogy az Efezusi levélben, hogy Krisztus a mi békénk, vagy amit mondtál Pálapostól idézve ugyancsak, hogy hogy Isten békessége, amely minden értelmet felülmúl, meghalad Krisztus Jézusban, őrizze meg a szívünket és a gondolatainkat, szóval persze, hogy ez már több a krisztusi béke, de azért ne felejtsük el, hogy Jézus is a sálom szót használta, amikor ő feltámadottként így köszöntötte az övéit, hogy békesség néktek, akkor nem azt mondta, hogy Eiréné, hiszen ő nem görögül beszélt, ez csak a görög fordításban <laughs> van így, hanem nyelven beszélt, ami a Hébernek az egyik változata, és ő bizony a sálom köszöntés használta, és ezért szerintem megszentelt nyelv a Héber is, nem, és, és mi számunkra ez egy igaz, a jelentésük, de abban teljesen igazad van, hogy, hogy Krisztus óta azért ez már egy, egy, egy konkrétabb békesség, vagy ami a Krisztus, vagy Krisztus bar, a béke. Elhangzott salom, az, az tartalmában már sokkal többet mond, mert ott a föltámadás utáni béke. Igen, Tehát már ő ő ő szóval korábban szóval is így köszönt, azért békességnéktek, azért ez egy, így köszöntötték igen, egymást az igen, emberek. Igen, igen. A... Ez izgalmas egyébként, ezt még lehetne fokozni, csak nem tudom, hogy merjem el, De ehhez, 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 ehhez visszatérve, tehát azért az Ószövetségben is, meg az Új Szövetségben is az egyértelmű, hogy a békesség forrása az Isten aki az Új Szövetségben az ő békességes szeretetét Krisztusban mutatta meg, ezért mondjuk határozottan, hogy ennek a konkrét békességnek a forrása Jézus Krisztus, hogy az előző adásokban beszéltünk erről, hogy a Szent Háromság Isten a békesség forrása, hogy az Atya, a Fiú és a Szent Tileg is egy csodálatos békességben, harmóniában van egymással, és ezt akarja sugározni a világban, de megfordítom, hogy éppen az a, az ember nyomorúsága, hogy elszakadt az Istentől, és mióta elszakadt az Istentől, ezt nevezi a teológia, a biblia bűnnek, nem tud békében élni. Hát én azt hiszem, hogy annyi példát tudnánk mondani arra, hogy a hétköznapjainkban, kicsiben, nagyban, házasságban, családban, munkahelyen, településeken, közéletben, mennyiféle konfliktus, mennyiféle feszültség van, mennyiféle békétlenség. Hát nem márlok zsákba macskát azzal, és, és, és szomorú ezt kimondani, hogy az egyházban is mennyi békétlenség van, hogy mennyi békétlenséggel teli ügyet kell rendeznünk, és ez olyan szomorú, és ez a hitelességünket csorvítja, mert tele van az életünk önzéssel, tehát csak az a megoldás, hogy ona menekülni ahhoz az Istenhez, aki Jézus Krisztusban az ő békességét adja. Nekünk nincs más forrás a békességnek, és ebben az szövetség és az Új Szövetség egy. Milyen egyetértek veled, hogy az ember szakította meg a békességnek az állapotát az Istennel, az ember szakadt el Istentől, és azért van háborúságban, harcban az Istennel is, sokszor önmagával is, és sojtás állapotban, illetve a másik emberrel is. És teljesen igazad van, hogy ezért az embernek kell megbékélnie, nem az Istennek. A vallásokban, a pogány vallásokban mindig az Istent kell kibékíteni. A jó illatú áldozattal, aminek a füstje fölszáll, és az Isten orlikában, az Istenségnek az orlikában érzi ezt a, ezt a, füstöt, és akkor azt mondja, na akkor megbékélek. Nem haragszom, nem, haragszom. nem haragszom, megbocsátottam nekik, Igen. meg előttem. A kereszténységben egészen másról van szó. Szóval Pál Apostolod azt mondja, hogy Isten megbékéltette a világot önmagával, és most már nekünk kell megbé. Élni. önmagunkkal is, Istennel is és a másik emberrel is. Igen. Isten már kitűzte a fehér zászlót, Isten már megbékélt, csak mi vagyunk olyanok, mint a bozótharcosok igen. a háborúban. Isten nem a... haragszik, Isten, Isten megbocsátta. mi igen, haragszunk. És nekünk és... kell megbocsátani A japán bocsátott bozótharcos bocsátott, a háború után így, még a... év, év, évekkel, évtizedekkel, később is még a dzsungelben ott volt és folytatni akarta a háborút, pedig már véget ért. Ezt, ezt hangsúlyoznunk kell, mert lássuk be, sok keresztény testvérünk gondolataiban azért ott van, hogy a megváltás nem más, mint Jézus Krisztus áldozata, amelyel kiengeszeli az Atyát, és aztán ö, nem kell a büntetés elviselnünk. És nagyon fontos, amit mondasz, és hangsúlyoznunk kell, hogy valóban a kiengeszelődés, az, az a, a mi kiengeszelődésünk, a mi, a, mi, a mi szívünk kemény és fagyos, és azt kell kiengeszelni, hogy az Istennel békére találjunk. És ezért szép a liturgiában, éppen bár vagy kérdezem is tőletek, hogy a, akár a református, akár a görög-katolikus bizánci liturgiában mennyire van a pax megosztása az evangélikus istentiszteleteken egyre gyakoribb római katolikus hatásra egyébként, vagy őskeresztény hatásra, hogy a lelkész azt mondja, hogy béküljünk meg egymással, osszuk meg egymással a Krisztus békéjét, és ez nagyon fontos, én mindig hangsúlyozni szoktam, hogy ne egyszerűen mi bocsássunk meg egymásnak, amikor a kezet is fogunk egymásnak, és azt mondjuk, hogy békesség néked, hanem mondjuk azt, hogy Krisztus békéje egy veled, uh -huh. mert ha én akarnám megosztani a magam békéjét, akkor lehet, hogy a békétlenségemet osztanám uh -huh. meg vele, és olyan, mintha egy vírus továbbadnék, és és terjedne a bacillus uh -huh. és uh -huh. a betegség, uh -huh. de ha azt mondom, hogy a Krisztus békéjét tudom megosztani veled, akkor, akkor abban a áldozatban, a Krisztus áldozatában, ami a mi teológiai felfogásunkban is áldozat az urvacsorában, részesedhetünk, nem véletlenül az vétel előtt van ez a megbékélés, uh -huh. a pagszolás. Van-e ez a liturgikus forma? Mi, mi nálunk nincsen a hívekkel való készfogás, viszont ugyanúgy, ahogy Krisztus a föltámadás után így köszöndött az apostolkat békesség nektek, ez háromszor hangzik el, és az oltártól, tehát a pap, kifordulva áldást adva, mondja békesség minnyájtoknak uh -huh. és a telelkednek lelkednek, ugyanúgy, mint a romai. Tehát, Tehát egy hogy, a, hogy a békesség, igen, de hogy a bék, inkább az, az kap hangsúlyt, hogy a békesség az oltártól, a szentélyből, uh -huh. az Istentől jön, amit mi fogadunk, és amit mi visszaadunk, de egyébként ez a, ez a gesztus nálunk nincsen. Nálatok is? Nálunk több szempontból is szerepel, az urvacsorai liturgiában határozottan benne van, a bűnvalló imádságban is, és az urvacsorai kérdésekben is, uh -huh. amelyben a középső kérdés már arra utal, hogy mivel Isten megengesztelődött velünk, mi is a törekszünk, a békességszerzésre. Tehát gondoljunk egyébként a klasszikus református köszönés áldás, békesség, tehát <suk> Isten bíkező. áldása, forrása a békesség, illetve hát ezzel kezdjük az apostoli köszöntéssel, az Isten tiszteletet, kegyelem nekünk is békesség, igen. Isten kegyelméből igen. fakad a békesség. Vagy Erdélyben milyen szépen köszönnek békesség Istentől. Békesség Istentől, Egyébként ez az áldás, békesség a ferenceseknek is uh -huh. sajátos köszöntése, és néha össze is keverednek, náluk nem annyira elterjedt sokak számára, de valóban ők is használják. Mint a bencésekkel, a orándó et laborándó, et labora, imádkozzál és dolgozzál. Akkor csak egy mondatba, mert nagyon megy az idő, hogy hát annyira lehetne fogozni ezt a kérdést, hogy annyit gondolkozom azon, hogy ebben a feszült világban azért annyi, annyi indulat munkál mindenkiben, hogy, hogy hogyan lehetne tényleg a gyakorlatban megélni azt, hogy mégiscsak békességszerzők legyünk. Tehát ugyanúgy a magunk helyén, mint ahogy könyörögni azért, hogy ez a világpolitikában is megtörténjék. Én most egész konkrét leszek, e, június végén járhattam Odesszában, nagyon készültem. Na, köszönjük erről, mondasz pár szót. Néhány szót örömmel ebben a kontextusban és egy kis ajándék táblát vittem, amire kézi festéssel ezt a bibliai igét tettük föl, hogy, hogy békesség néktek. Úgy gondoltam, hogy egyrészt a Krisztusi köszöntés, másrészt aktuális a orosz megszállás idején, a háború idején, meg hát egyáltalán terjesztenünk kell ezt a békét. És egészen megdöbbentett, hogy beléptem a templomba, az odesszai szép evangélius templomba, amelyet 20-25 éve nyitottak újra, a több évtizedes bezártság után, hiszen a szovjet időben ezt világi célokra használták, meg félig lerombolták, meg, meg felgyújtották, de most újra evangélikus istentiszteletet tarthatnak ott. És a bejáratnál egy üvegajtón Hat vagy nyolc nyelven ez a mondat volt éppen olvasható, hogy békesség néktek. és nagyon-nagyon szép volt, hogy ukránul, oroszul, héberül, görögül, latinul, hmm. eh, németül. És te magyarul vittél össze? Én magyarul, nem, én németül vittem, én németül, németül német. mert német nyelven prédikáltam, de talán elmondtam magyarul is, hogy mit jelent, hmm. és és ez nagyon fontosnak éreztem, hogy hogy az egyetemes békét tudjuk ott átélni, az etnikai feszültségek fölött áll ez a Krisztusi béke. Persze. És erről beszéltem is, hiszen a gyülekezet és voltak oroszok, és voltak ukránok, uh -huh. és voltak azerbajdzsániak, és, és Szibériából odaérkezettek. Tehát nagyon sokféle etnikum képviselte magát, mert valahol az Evangélikus Egyházban azért a, a modernitást látják sokan, és nagyon sokan, akik meg sincsenek keresztelve, azok csatlakoztak az Evangélikus Egyházhoz, mert úgy érzik, hogy hogy ezt könnyebben megértik, ehhez csatlakozni tudnak. Az előtti hét előtt, hogy ott voltam, 7 vagy 8 felnőtt keresztel meg illetve. Illetve. És ott voltak szépen mindez Isten tiszteletén, egyik az felolvasott, a másik az perséhezett, a harmadik az, az köszöntőt mondott. Szóval nagyon szép érzés volt ez, és ezt a békességet tudtam én meghirdetni, nem csak a szó evilági értelmében, hogy legyen végre béke, és persze döbbenetes volt, hogy néhány héttel később sajnos rakétatámadás érte Odesszát, és a akkor még gyönyörű, szép állapotban levő ortodox székesegyházat is. És de épségben is a én láttam, Sőt, annyira fontosnak éreztem, hogy úgy vittek oda, hogy ez a templom, az altemplom szolgál óvóhelyül azoknak, akiknek a házában nincsen óvóhely, és hogyha éjszakai, vagy bármikor filén van, akkor oda tudnak menek. menekülni, és akkor két héttel az ott létem után mm. lőtték mm. ezt a templomot. Hát köszönjük, hogy erről szóltál, nagyon fontos, meg imádkoztunk érted, nagy dolog, hogy ott voltál, egyébként az ősz folyamán mi is készülünk három napra, Kárpátaljára az ottani lelkészeknek a négy püspök egy ilyen erősítő csendes Melyik napot akortos, lelki gyakorlatot igen. tartunk, tehát mi is megyünk igen. ki egyébként és rendszeresen. Mi testvéreket. Témát kell váltani, de sajnos ez a téma a béke és a háború, de a békefelő közeledünk ez mindig aktuális lesz. Szent István egyáltalán mi protestánsok, mintha hosszú időn keresztül, évtizedeken vagy évszázadokon keresztül olyan nyakas módon nem könnyen mondtuk volna ki ezt az ott, Szent István, hanem ott felsorakoztunk kicsit az első Istvánt mondók közé, aminek persze ideológiai oka volt a kommunizmusban, nálunk pedig inkább ilyen, ilyen vallási óckodás talán a Szent fogalmától. Ma már szerintem ezen túl vagyunk, és jó szívvel tudjuk azt mondani, hogy Szent István, de mennyiben a milyen kis mennyiben közösen görögöké és rómaiaké, hiszen még a nagy egyházszakadás, nagy szkizma előtt élt, és hogyan tudunk mi ezen a kettős ünnepen, ami nemzeti ünnep és vallási ünnep, augusztus 20-a, hogyan tudunk mi protestánsokat tegyem élni? hozzá, De hogy bizony a görög katolikusokban is évtizedeken át volt egy erőtartózkodás, mm -hmm. István király, Szent István királynak a nagy ünneplésével szemben. Néhány vaskalapos pap képviselte ezt, hogy hiszen ő választotta a nyugati uh -huh. vallásosságot, holott, hogyha ő erőteljesebben kelet felé fordul, akkor az egész ország görög görögkatius lett volna, szóval ez van egy ilyen görkadi sovinizmus ebben. Ma már főleg azóta, hogy Bartolomeusz pátriárka 2000-ben Szent István királyt és az akkor működő Hieroteusz püspököt a keleti görög ortodox egyház Szentjévé fogadta, és akkor kaptunk két szép ikont, ő maga hozta el, Szent István ünnepen adta át a Magyar Államnak, és elkészült az úgynevezett liturgikus szöveg is, az officium, hogy így mondjam, amely segíti, hogy akkor hogyan kell megünnepelni a, ezt az ünnepet. Úgyhogy érdekes kettőség mindenképpen bennünket is érintett, hiszen Szent Istvánnak a nagy döntése azért politikai és történelmi értelemben is sokat jelentett, akkor jelent volt a keleti egyház és a nyugati egyház, de ő tudatosan nyugati missionáriusokat hozott be az országba, és mindenképpen azt mondhatjuk, hogy ez jó döntés volt, legalábbis történelmi és politikai értelemben, hiszen Konstantinápoly néhány évszázaddal később pedig összeomlott, lehet, hogy ez lett volna a sorsa. Érdekes, amit mondasz erről a keleti szemléletről, mert olvastam valahol, hogy, hogy tíz Szent Istvánnak tulajdonított oklevél van Magyarországon, és azok közül talán legbesesebb, és az egészen biztosan autentikus, a Veszprém völgyi apácáknak adott adománylevél, ami görög nyelven íródott. Nyelv, és hogy a Szent Koronában is ugye vannak olyan, a Szent Koronán is vannak olyan, olyan görög hát a Mint az egyik része... nyugatról származik, Szilveszer pápától, a másik pedig keletről származik, hát erről vitáznak sokat, ebben nem akarok igen, belemenni, igen. de az, hogy a kettős, tehát a, hogy a kelet és nyugat itt Kárpát-medencében jelen volt, és és ez István ö, fenntartotta a kapcsolatot, és inkább Szánt Lászlót említhetjük, ő ö, meg is őrizte, illetve továbbitte ezt a kapcsolatot, a lánya Szent Piroska az a bizánci császár felesége lett, tehát a diplomácia kapcsolatok még addig meg... A, ameddig lehetett megmaradtak, és ennek lett az eredménye, hogy 1054 után, amikor a nagy egyházszakadás megvolt, a Kárpát-medencében a magyarok között még kelet és nyugat évszázadokig nagy békében. Nos, hogy ma is két tüdővel tudjunk lélegezni, ahogyan szoktuk mondani a egyházban is, Igen. és te képviseled mindig azt a tüdőt, amelyik a, a bizánci lélegzést és levegőt és lelkületet hozza, és ezt fontosnak ez ez hát érzem. De mit tudunk mi, protestánsok mondani ehhez? Szerintem nagyon egyszerű és világos, értve azt, amit Fülöp testvérem elmondott, hogy nyugati-kereti kereszténység, de azért Szent István a kereszténységet választotta, Jézus Krisztust választotta Igen. egy pogányországban, ami meghatározó, és azért ne felejtsük el azt, hogy számos fejezés és forrás utal arra, hogy Szent István egy komolyan hívő, Krisztus hívő ember volt, hát nyilván ezt tradálta tovább a fiának is az intermekben. Fejegyezték róla azt, hogy amikor a hálószobában egy orvgyilkos megjelent, hiszen voltak azért bőven képzelhetjük ellenségei, akkor a római nevén 8. fejezetéből idézte ezt így hirtelen ebben a váratlan helyzetben, hogy ha Isten velünk, így csoda ellenünk, ami nekünk reformátusokkal ne református nagy, nagy elmondatunk. És, és annyira, a református annyira református megrendült, tehát tessék a kapcsolat, annyira megrendült az orgyilkus, annyira megért, hogy kifutott a állószobából és el tudták fogni. De teljesen jogos túl a történetre, vagy anekdótán, mert hát, hogy hát, alapjön, alapjön, hát de teljesen jogos, hogy, hogy protestások azért joggal mondjuk, hogy nem 500 éves egyház vagyunk, hanem 2000 éves. Tehát az a első 1500 év is, a maga örömeivel, meg gondjaival ilyen, Igen, és ami is van, van, is. Igen, ez így van. Arra szerettem volna utalni, hogy nem csak politikai döntés volt, hanem e mögött a politikai döntés mögött hitbeli döntés van, és ez számunkra, protestások számára nagyon fontos. A Szent István kifejezés pedig, hát ha a, a, a Szentet bibliai értelemben vesszük, az előbbi gondolatsor szerint, ezt mi valljuk, hogy aki Jézus Krisztusban hisz, az ő népének a tagja, az szent, mert Isten a tökéletes Jézus Krisztuson keresztül tekint rá, és az ő érdeméért szentnek, tisztának, igaznak tartja megigazultnak tartja őt, hogy evangélikus kifejezést használjak, bár ez református kifejezés is. Az egyértelműség kedvére azért mondjuk el, hogy ugyanakkor nem imádkozunk szentekhez, nem kérjük a közbenjárásukat. Így van, ez De az emberi tisztelet az maximálisan megvan a mi részünk. A protestáns értelemben használjuk mi a szent kifejezést. Igen, viszont a szentek közösségét, a nicai hitvallás szerint ti is ugyanúgy valljátok, mint mi is, tehát hogy közösségben vagyunk a szentekkel. Igen. Az, igen. A, az a különbség, igen, hogy a Katolikus Egyházban, a ortodox egyházban ez a közösség ebben fejeződik ki, hogy az ima kapcsolatainkban is bevonjuk őket. Igen, igen, és ezt nagyon szépen írja a zsidókhoz itt levél is, hogy, hogy fussuk meg a pályát, miközben mi itt küzdünk a, a, földön, és megfutjuk a pályánkat, addig a bizonyságtevők fellege vesz minket körül, mint a stadionban a nézők, ugye most a, az atlétikai világbajnokság előtt vagyunk, és nagy jelentősége van annak, hogy nézők is ott lehetnek és urkolnak, Ezek a szentek, akik előttünk jártak, azért valahol beletartoznak ebbe a közösségbe. Hogy egy, egy, hogy mondjam, liturgius keleti képet is a jelenések könyvében, amikor az angyal egy parazsat parazsa tesz a, a tűzre, akkor ezt olvasuk, hogy ezek pedig a szentek imádságai. Na most itt a földi szentek vagy a mennyei szentek imádságai, ezen nem kell vitázni, de de hogy a mi imádságunk is az Istenhöz száll, és a, pontosan, amit te mondtad, hogy csak az tud imádkodni, aki szent, aki az Istenből meríti a, 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 az életét. És ha már emlegetjük az Úrvacsorát, az Úrvacsorai liturgiánkban is elhangzik, hogy a földön küzdő és a egy egyház, tehát a, a kettő összetartozik, akik már előre mentek, és az Isten népét testesítik meg, akik színről színre látnak már, és mi, akik még itt vagyunk a földi küzdelmek közepette, egy egyházat alkotunk. Talán még azért mondjuk el egy kis meghívásként is, hogy, hogy okadalom is lesz 19-én. E, így van, tehát augusztus 20-a előeste Magyarország egy az ökumenikus tanácsa mindig szervez egy közös ökumenikus istentiszteletet, ez már hagyomány és nagyon látogatott, hál' Istennek. Természetesen mi is ott vagyunk az augusztus 20-ai szentmisén. Ez augusztus 19-én lesz, most egyébként egy másik helyszínen, mint a megszokott helyszín, tehát a Buda a Budavári Evangélikus Templomban. Ott és tartjuk a templom ezt a közös Isten A kapisztrántéren és e színpaddal és kirakodóvásárral és uh -huh. zenei programokkal, könyvfesztivállal várjuk az érdeklődőket, és párhuzamosan a bécsi Kaputéri templomban valóban pedig ökumenikus Isten is tisztelet vannak? Ökumenikus Isten tisztelet, Balogh Zoltán püspök úr De jelen lesz Biboros úr és minden egyház vezető. Kivétel nélkül. Ennek szép hagyománya van, és, és egymást is megbecsüljük ezáltal, és ahogyan mondtad is, hogy mi is a meghívást kapunk és kapunk meghívást, elmegyünk az augusztus 20-i. A... Ezen az ökumenikusan bevalmi nem tudunk ott lenni, mert most éppen egybeesik a Mária Pócsi nagy búcsunkkal, de amikor ott befejezzük az ünnepséget, az imádságot, akkor utána fogunk fölmenni Budapestre, aztán a Szent napi körmenetre és a Szent Misére. Készüljünk erre az ünnepre, és készüljünk együtt arra, hogy a Béke terjedjen a háború visszaszorulásával, és ezért imádkozzunk mindannyian, erre kérjük a nézőinket is, és biztatjuk a nézőket arra, hogy levélben szólítsanak meg minket, akár témát javasoljanak, püspökkenyi, kukac, mtv.hu címre írhatnak nekünk, és köszönjük a figyelmüket nektek, köszönöm a beszélgetést, reménység szerint mához négy hétre találkozunk, viszontlátásra.